Igazi ünnepi hangulat fogadta a Bonyhád Művelődési Házban a bukovinai székelyek búcsújára érkezőket, köztük a népes 60 fős madéfalvi delegáció tagjait. A küldöttségben ezúttal helyet kaptak a Szkóla és az Amadeusz énekkar tagjai is. A székely találkozó első napján mutatták be Sebestyén István összeállítását Hálóadás címmel, melynek témája az elvándorlás és az új haza megtalálásának története. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról szólt, minden találkozás erősíti a közösséget, és ha ez határokon átívelően is történik, mint a jelen alkalommal, további lendületet ad a kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez. Minden program, ami különösen ugye ebbe az esetünkben is, ugye a bukovinai székelyek ahol voltak, és többek között ugye Madéfalvára indultak, tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy erősítjük egymást, és valóban megkeressük azokat a gyökereket, amelyeket valaha és illetve kaptunk az őseinktől. Ez nagyon sokba játszik, hiszen úgy gondolom, hogy mindenki számára egy erőt ad. Én bízom benne, hogy egy olyan fajta erőt ad, és segítséget, támpontot, és főleg arra mutasson rá, és akkor már megérte, hogy a tiszta forrást keressük. Mindig azt arra törekedni, azt, hogy törekedjünk a szépre és a jóra, mint ahogy Andrásfalvi Berci bácsi szavaival éljek, mert az ember nem születhet, ugye nem születik tökéletesen, de úgy gondolom, ha törekszünk rá, akkor mindenképpen a kultúránk szépsége erőt ad, és rávezet arra, hogy milyen értékeit képviselünk, és mi az az érték, amit tényleg az ember úgy gondolom rövid életben érdemes kövessen és tegye, hiszen nem rólunk van szó, hanem jövőről van szó. És sokszor beszélnek a madéfalvi veszedelemről, de azt megérni, találkozni, azt, hogy tényleg ott vannak a temetők, ott vannak azok akik elhunytak. Tehát kézzelfogható, szinte kézzelfogható, úgy gondolom, ezek a dolgok. Ez teljesen, ők beszéltek, de igazság szerint ez adta meg, és ez világosította rá arra, hogy tényleg egy népcsoport, aki megjárta, aki ott született Madéfalván, vérben, mint ahogy többször mondjuk. És azokat az értékeit tudja mai nap is hordozni és felmutatni, amelyet akkor kaptunk, és tényleg nehéz küzdködés árán, de megtartottak számunkra, és ez számunkra nagyon fontos. És ez a nap szolgált arra is, hogy átadják az elismerő címeket azoknak, akik kimagaslóan sokat tettek a népcsoport felemelkedéséért. Sebestyén Ádám díjat vehetett át, posztumusz Sebestyén Gyula, akinek köszönhető, hogy Szekszárdon a székely közösség házra talált, és elkezdhette a működést. Nagyon jó volt vele együttműködni. 2010 óta ugye vagyunk egyesület, és az első alkalommal ő felkarolt bennünket. Először is, hogy helyet adott, mert ugye bolyongtunk a városba, hogy hol is lehet, ahol meg tudunk húzni, hogy hát valahol programokat megtartsuk. Volt olyan alkalom, hogy 3000 forintot fizettünk egy órára, és mikor lejárt az óra, akkor kitessékeltek, hogy lejárt a bérleti díj. És ezt ugye Gyula figyelte, meg sokat, és azt mondta, nagy gyerekek, gyertek hozzánk. Az első nagy támogatás, amit még a mai napig is, ahányszor oda megyünk, mindig ő van az eszembe, az emlékpark. Arról volt szó először, hogy csak egy
kopjafa legyen, mert ugye mi elég későn alakultunk 2010-ben Szekszárdon, mint székelyek, és azt láttuk, hogy minden településen van valami jel, hogy ott vannak székelyek, egy kopjafa, vagy egy székelykapu, vagy valami hasonló. És akkor hát beszéltük, hogy akkor legalább, és akkor ő kitalálta, hogy nem egy kopjafa. Itt megnéztük a város, vagy a tagjaink összetételét, 5 faluból való székelyek vagyunk, tagság szempontjából, és azt mondja, mindegyik, 5 bukovinai falu tiszteletére állítottunk 5 kopjafát, mindegyikre rá van írva, hogy melyik falu, és mikor települt, és a 6. kopjafa, ez az ő kérése volt, az pedig arra, hogy hazaértünk, és az az összetartozásunk, az összefogásunk, az együttlétünknek a szimbóluma. Elismerésben részesült Keresztes Andor Mári Gyüli plébános és Sebestyén Miklós a székely csűr tervezője, valamint Kosnás Árpád néptáncoktató. Az idei esztendő kiemelkedő eseménye volt, hogy hosszú évek előkészítő munkájának eredményeként a búcsú miséjét Madéfalvi Egyházi Bíltóság Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrálta. Első alkalommal vagyok itt ezen a helyen. Még voltam egy alkalommal a Mária gyűdön, úgy szintén a bukovinai székelyeknek a búcsúján. De ez most különleges is érzés, mert akkor, amikor az idén, január 7-én Madéfalván megünnepeltük, illetve hát megemlékeztünk a 1764-ben történt eseményekről, akkor az ott jelenlévő bonyhádi, meg innen a környékről lévő bukovinai székelyek meghívtak, hogy látogassak el. És én örömmel jöttem el, mert ebből a népből származnak ők. A történelem úgy hozta, hogy hosszú utat tettek meg, amíg eljutottak idáig. Az emberi kegyetlenségnek, meg a gonoszságnak a munkálkodása alapján történt mindez. És éppen ezért jó, hogyha ápoljuk ezt a gyökereket, egy helyről származunk, egy népnek vagyunk a fiai, és hogy most is itt együtt lehetünk, ez számunkra nagyon fontos erősíteni. A mai, ebben a keménynek látszó világban, ahol most annyiféle kihívások előtt állunk, hiszen a háború is, meg más egyéb dolgok is, szükségünk van arra, hogy egymást erősítsük. Ha egy néphez tartozunk, akkor úgy szép és úgy jó, hogyha ápoljuk ezt a közösséget, egymást erősítve, egymást bátorítva, és adja jó Isten, hogy valóban ez a testvériség éljen bennünk, és továbbra is tartson meg bennünket nemzetiségünkben is, hitünkben is. Az ünneplők Kismányokon a székelyportán elhelyezett kereszteknél emlékeztek meg a bukovinai egykori falvak lakóiról, őseikről. Az ünnepség szónoka volt Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere. 2014-től ez a Madéfalva és a bukovinai települések között egyre szorosabb ez a kapcsolat, és ma nem lehet itt velünk Potápi Árpád János, de nagy köszönet neki, mert ő ezért naponta sokat dolgozik, és ma is több 100 kilométerre Székelyföldön hivatalszerűen végzi ezt a küldetést, a székely népet képviselni, közösségünkért dolgozni. És itt állunk egy
egy úgy mondani, nálunk mondjak egy kisebb csűr előtt, és ugye itt a kontraszt elől az első udvaron, ha nincs is elválasztva, de a ház, a hátsó udvaron a csűr, és ahogy mondja a Székelyföldön, az ajtón belül, ha belépsz, akkor ott megismered, hogy amikor beléptél, hogy ahogy mondják, milyen az asszony, milyen a fehérnép, hogy dolgozik, milyen gazdasszony van, és a hátsó udvarra, hogy hátra léptél, az a gazdát, az embert jellemzi, és úgy látom, hogy itt Kismányokon úgy az asszony, mint az ember jó végezte a munkát, hisz a porta rendezett, szép ház és szép csűr és istáló van. Rég készülünk erre, régi dédelgetett álmunk, hogyha már Madéfalvának van püspeke, székely püspek, akkor ezen a székely búcsún akkor egyszer hátra sikerül, hogy a Szent Misétől mutassa be, és hál' Istennek a meghívásnak most eleget tett, és felemelő érzés volt, hogy itthoninak éreztük magunkat, de mégis azt éreztük, hogy talán tudtunk hozni ebbe a búcsúba valami plusz, ami mi otthoni, de ugyanakkor kaptunk is, mert itt valójában testvéreink vannak, ugyanúgy beszélnek, mint mi, ugyanúgy gondolkoznak, mint mi, tehát nagyon meghatódottak voltunk az egész mise alatt ettől a hangulattól, ami így egybe. Én azt érzem, hogy ez külön nem tud megtörténni. Tehát egybe tudunk erősek lenni, és tényleg segíteni tudunk egymásra azzal, hogy itt vagyunk, beszélgetünk egymással, bátorítjuk egymást. Ebben nagy erő van ebbe az együttműködésben, ami a madéfalviak, a székelyek, a bukovinai székelyek. Tehát én úgy érzem, hogy már ezt hozzá tudtunk tenni egy picit. Nagyon érdekeltek voltak otthon az emberek, hogy eljönni a székely búcsúra. Amúgy még voltunk mi székely búcsúra, nem ilyen sokan, de még voltunk. De hát ez, hogy miatt a püspök úr, ez még egy pluszt adott úgy mindenkinek. És most már mondhatni azt, hogy havonta találkozunk, vagy Madéfalván, vagy itt valamelyik településen egy élő kapcsolat van a bukovinai székely közösség és Madéfalva között. Az összefogás fontosságáról beszélt Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója is. Úgy értékelte a találkozót, mindaz, amit Szent István gondolt a magyar egységről, most ismét testet öltött. Azt gondolom, hogy ez egészen Szent Istvánig vezethető vissza, pontosabban az utolsó pár órájáig, amikor is utód nélkül maradván a nagy boldogasszony kegyelmébe ajánlotta a magyar hazánkat. Mi azóta is úgy érezzük, főként a bukovinai székelyek, akiknek a nagyon sok keserves helyzet után is ő jelenti számunkra a segítséget, a támogatást napjainkban is. Nekünk különösen fontos. Ezért is zarándokolunk több százan minden évben Csíksomjóra, és nekünk, ahogy a püspök atya is mondta a Szent Misén, nekünk ez egy kis Csíksomjó itt Kismányok, amit 1989-ben éppen a rendszerváltáskor azért építettek, hogy a bukovinai székelyek zarándok helyévé váljon, és azt hiszem, hogy mára beváltotta az ehhez fűzött reményt, és nagyon örülök annak is, hogy a két évente megrendező székely találkozó most már többször is egybeesett az zarándoklattal, és hogy itt októberben ilyen gyönyörű napsütéses időben együtt lehetünk ismét több százan. Az ünnepség részeként avatták fel a székely csűrt, a Kismányoki Székely Posta újabb elemét, mely a jövőben közösségi célokat szolgál majd. Tervezője és részben építője az a Sebestyő Miklós volt, aki ezért a munkáért kapott előző este elismerést. Ezek a munkák, amiket az ember csak úgy végezhet el, hogyha érez belül valamit, valami olyan fontos dolgot, ami a származásunkból és az eredetünkből adódik, ez támasztotta meg, vagy biztosította azokat a feltételeket nekünk, hogy egy ilyen házat megvalósítassunk. Egy olyan kutató munka előzte meg, ami már a mellettünk lévő lakóépület tervezésénél, vagy tervezés előtt megtörtént. Ez azt jelentette, hogy kinn a régi bukovinai falvakban
tartottak bejárásokat, illetve a házakat elemezték, és hát voltak segítségek, akik korábban már gyűjtöttek, azoknak az írásait vettük alapul, és ennek a lakóépületnek ugye a melléképületeit is akkor ugye meg felgyűjtötték és lejegyezték, és ezeket vettük elő, és így próbáltuk újra megépíteni, vagy újra teremteni ezt a gyűjt. Hát most már nagyon jó érzések vannak bennem, egyrészt azért, mert az ünnepség az nagyon jól sikerült, az zarándoklat is, a mise is, az időjárás is kiváló, és mosolyog és boldog mindenki. Én érzem azt, amit hallhattunk ma már többször is, hogy a mi kultúránk és az ebből adódó lehetőségeket próbáljuk mi meglovagolni, és ez egy fantasztikus érzés.